Megújult a szilvásváradi református körtemplom. A klasszicista templomot Keglevics gróf építette 1840-ben. 10 évvel ezelőtt a tetőt már felújították, 2012-ben folytatták a munkát, akkor pályáztak a templom külső felújítására. A templom az folyamatos fejlesztések alatt volt. 2004-ben egy komplett tetőszerkezet cserére került sor. Még ebben az évben össze megoldottuk a kupolának a festését. Azóta kisebb javítási munkálatok zajlottak. 2012-ben várt reálissá ez a külső homlokzati megújítás, és ebben az évben sikerült ezt megoldani. Most megújult a templom külső homlokzata, a lépcső, az előtető, kicserélték a nyílászárókat és megoldották a csapadékvízelvezetést. Mindez 30 millió forintba került. A 25 milliós pályázati támogatáshoz 5 millió forint önerőt teremtettek elő. Hogy ez egy óriási lépés a gyülekezet életében. Most éppen gondolkoztunk együtt a polgármesterről, mikor volt ilyen felújítás, és talán nincs olyan senki itt a faluban, aki el tudná mondani, hogy ilyen horderejű mikor is történt. Ezért Isten a dicsőség, és nem a miénk. Amit a természet adott és az ember teremtett, együtt teheti az életünket szépé és gazdaggá, mondta Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Majd úgy folytatta, ha azt akarjuk, hogy vidéken jó legyen élni, ennek a kettőnek kell találkoznia. Mindazokat a kincseket meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni, amit az országnak ez a vidéke ad. Ez a templom magasan van, az embernek fölfelé kell ránézni, fölemeli a tekintetet, mondta a miniszter. Innen a templom magasából látjuk a múltunkat, az, hogy honnan jövünk, és azt is láthatjuk, hogy hová megyünk. Mert enélkül, a kettő nélkül az ember élete nem tud gazdag lenni. Magaslatra a politikának is szüksége van, fogalmazott a miniszter, hogy túlásson a számokon, meglássa az embereket, meglássa azokat az emberi közösségeket, amelyek nélkül nem lesz ebben az országban boldogulás. Balogh Zoltán szerint szüksége van az egyháznak is arra, hogy fölemelje a tekintetét, mert csak úgy tudja fölemelni másokét is. Felfelé nézve látható meg, hogy mi az igazi érték és az igazi erő ebben az országban, mondta Balogh Zoltán.